Annak érdekében, hogy mindig a legjobbat hozza ki az új Renault Captur-ból, bizonyos alkatrészek karbantartást igényelnek. Az optimális lántás érdekében ellenőriz az ablaktörő lapátok állapotát, és szükség esetén cserélje ki őket. A gyújtás kikapcsolása és a motor leállítása után az ablaktörő lapátok cseréjéhez emelje meg kétszer az ablaktörlő vezérlőkart. Ez elengedi az ablaktörlő lapátokat a motorháztetőről és lehetővé teszi a cserélésüket. Engedje le ezt a fület és engedje fel az ablaktörlő lapátot annak meghúzásával. Az ablaktörlő lapát visszahelyezéséhez illesz-e vissza a karba, majd nyomja be a rögzítéshez. Egy kattintás jelzi, az ablaktörlő lapát megfelelően a helyére került. Óvatos meghúzással győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzítve van. Ezután hajtsa le a kart a szélvédőre. Ezt követően az ablaktörlő vezérlőkar felfelé tolásával állítsa vissza az ablaktörlő lapátokat alacsony helyzetbe. Az ablaktörlő lapátok a motorháztető alatt vannak elhelyezve. A szélvédő mosó folyadék tartályának feltöltéséhez leállított motornál húzza meg ezt a kart a motorháztető feloldásához. Menjen az új Renault Captur elülső hűtőrács elé, és nyomja be ezt a fület a motorháztető teljes kinyitásához, és emelje fel. Helyezze ide a rögzítő támasztékot a motorháztető nyitva tartásához. Nyissa ki a szélvédő mosó folyadék tartályának sapkáját és töltse fel, amíg a folyadék láthatóvá nem válik. Mindig megfelelő szélvédő mosó folyadékot használjon. Télen fagyálló terméket használjon. Helyezze vissza a sapkát és zárja le a motorháztetőt. Győződjön meg róla, hogy a motorháztető megfelelően le van zárva, mielőtt újraindulna az úton. Új Renault Captur, hogy a vezetés szintiszta öröm legyen.